A büntető törvénykönyv egyik leghosszabb tényállása a 282-es paragrafus. Visszaélés kábítószerrel. Hallgattam a hivatalos politikai állásfoglalásokat, véleményeket, amelyek egy picit távol esnek a szakmától, és én a hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy lehet, hogy onnan a Jászai Mari téri elefántcsontoronyból így látszik a dolog, de ahol valójában megfordulnak ezek a betegek, ahol nap mint nap találkozunk ezekkel a betegekkel, itt alapvetően kicsit más a helyzet. Egyéb iránt is ez most politikai kérdés, vagy társadalompolitikai kérdés? Hogyan lehet ezt megközelíteni? Milyen szintre kell vinni? Sajnos, hogy ez politikai vagy társadalompolitikai kérdés, mert ez alapvetően egy szakmai kérdés kellene, hogy legyen, ott pedig aztán teljesen mindegy, kinek milyen a színe, hiszen a szakma az most is egyfélét akar, nem mindig találja meg a közös nevezőt a politikával, amelyik kellőképpen tudná ezt alátámasztani, segíteni. Az, hogy most volt ez a 9 haláleset, és meghalt ez a 9 szerencsétlen ember, megmondom őszintén, nem csodálkozom rajta. Szóval ezek a fiatalok, akik elhunytak, ezek régi droghasználók voltak, hosszú éveken keresztül használták az anyagot intravénásan, hogy a saját maguknak fecskendezték be, ez egy nagyon elhasználódott szervezet volt mindegyik. Magyarán szólva az esetleg kicsit nagyobb töménységű kábítószer is egyébként egyszerűen könnyen vezethet a halálukhoz. Nem beszélve arról, hogy egy kis abbahagyást követően, amikor úgy gondolja, hogy leáll, és egy pár nap múlva újra kezdi ugyanazzal az adaggal, mint amivel ő abbahagyta mondjuk 4-5 nappal ezelőtt, ez már szinte törvényszerűen vezethet a halálhoz. Persze itt szerencsétlen közijáték volt, hogy itt egy picivel töményebb szer is, nagyobb koncentrációs szer is kikerült a piacra. Összképpen azt kell, hogy mondjam, nem csodálkoztam azon, hogy meghalt 9 kábítószeres. Tehát tulajdonképpen egy szerencsétlen egybeesésnek vagyunk tanúi. Azt mondtam a felvezetőben, hogy Magyarországon az átlagoshoz képest jobbak, a nyugat-európai átlaghoz vélhetően a statisztikák, vagy az elmúlt időszakban nem növekedett. Igaz ez, vagy egy szűk látókörűségben szenvedünk és elmerülünk az egyes esetekben? Nem, azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen így igaz, de azért azt ne felejtsük, hogy Magyarországon a mennyiségi szerfogyasztást a rendszerváltás hozta meg. Nyugat-Európában, Amerikában, ugye nem a minőségét, csak a mennyiség. Hát előtte is volt, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy a vasfüggönyön innen mondjuk a rendszerváltás előtt, ha valaki hozzájutott és használta, hát idézőjelben azt felnégyelték, se tovább tanulás, se semmilyen nem volt. Nagyon szigorúan eljárt. Abszolút mértékig, míg ugye Nyugat-Európában, Amerikában ez valamikor a Sex, Wagon, Rock'n'Roll nemzedékje, ugye Mick Jaggerékkel kezdődött. Hát azért mondtam a 60-as, 70-es úgyhogy éveket. Ők akkor kezdték, úgyhogy ők ebből a szemben sokkal előrébb vannak, mint mi itt Magyarországon, de ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig azért jobb a helyzet, mint mondjuk Nyugat-Európához képest. Divat ma Magyarországon kábítószert fogyasztani, olyan idealisztikus kép, hogy mondjuk kábítószermentes ország, ez tulajdonképpen elképzelhetetlen, lesznek ilyenfajta halálesetek, lesznek túladagoltak, lesznek tragikus családi történetek, mint minden nap, és a BTK módosításról én úgy érzem, hogy tulajdonképpen semmi különös dolgot nem lehetne elérni. Szóval egy biztos, hogy a büntetőtörvénykönyvnek a módosítása akár pozitív, akár negatív irányban érdemben nem tudja befolyásolni, és nem is fogja befolyásolni a kábítószer használatot. Hiszen aki eddig is akart, az használja. És nem azt fogja őt elrettenteni, hogy BTK 282. Persze valószínűleg nem így fogja megfogalmazni, hanem hogy büntetést kaphatok érte. De aki meg eddig sem használta, annak pedig az elrettentés, mármint a törvényi elrettentés, nem kell, hogy segítsen, mert nem azt tartja őt tulajdonképpen vissza. De hát ebben a paragrafusban, de majd később erről külön beszélünk is, szinte mindenki megtalálhatja azt, ami ő ráillik, és amely alapján a legkevésbé büntethető. Persze, hát hiszen ez a történetben benne van, de alapvetően az államnak ugye nem ez a feladata, hogy mondjuk egy 17 éves gimnazistát 3 évre, hogy a Kufsteinvárába nehéz vasba elküldjön, mert az semmit nem érne ebből a történetből. Jobb, inkább rá kellene arra jönni a politikusoknak, hogy tulajdonképpen a kínálatcsökkentési drogpolitika, ugye a bejövő kábítószer, ha bár mondjuk bizonyos mennyiséget azért Magyarországon is előállít, ott nagyon hamar lehet eredményt elérni. Le kell kapcsolni a kábítószert a határon. Ja, ne felejtsük el, hogy a schengeni határok ugye megint olyan helyzetbe hoztak minket, mint ugye a török dúlás idejében, tulajdonképpen oda tartjuk egy picit a fenekünket Európának, mert az a kábítószer, amelyik bejut a magyar határon belül, az gyakorlatilag Portugália délnyugati csücskéig szinte egy lendülettel eljuthat. Tranzitország, és ugye most már célország. Abszolút, és célország is vagyunk természetesen, hiszen itt is van felvevő piac, és ezért azt gondolom, az egyenruhás szervekre nagyon-nagyon komoly feladat hárul, és nem az, hogy hétvégén a diszkóban lekapcsolni a gyerekeket. Oda más jellegű dolgoknak kell menni, felvilágosító munkát kell oda kivinni, és nem a razziákat, tudja, hogy akkor ott mindenkit megmotozni, és akkor megbilincselni. Azzal túl sok eredmény nem lehet elérni. Hát majd megkérdezem én a rendőröket is, mert várok ide a stúdióba, hogy ők hogy látják. Számarányát tekintve mekkora
Hány főre tehető a rendszeres? Nem tudom, ugye sokféle kategória. Így van, én azt gondolom, egy átlag hétvégi napon Magyarországon kb. 350 ezeren használnak valami pszichoaktív szert. Ez borzasztó. Számszakilag ez elég sok, de ugye itt azért egy bizonyos korosztály az, amelyik ugye használja. 12-től 36 éves korosztályig. Ők nagyjából vannak olyan 3-3,2 millióan, ugye? Ennek mondjuk a 12%-a használ kábítószert. Ebből 250 000, és most egy nagy idézőjelet mondok, csak marihuánát használnak. Következésképpen ők mondjuk havonta egyszer-kétszer egy-egy marihuánás cigarettát elszívnak. Abszolút nem jó ez a dolog, de veszély szempontjából azért azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk nem az, mint amik ismeretlen tablettát fogyaszt, amit megvesz a diszkóban. Mert erre is volt példa, hogy ebből rosszul Mert ebből is esetleg létek. Tragédia volt, és kb. 10-12 ezerre tehető Magyarországon a kábítószer függőknek a száma, ugye ez már akár egy orvosi kategória is, hiszen ő beteg. Hát őket gyógyítani és kell. És őket gyógyítani kell. Na most, bocsásson meg, bezárták az OPNIT. Igen, bezárták az OPNIT, ez tagadhatatlan, nem túlságosan jó. Az OPNIT-ben lévő addiktológiai osztály úgy néz ki, hogy kezd talán egy picit feltámadni egy másik fővárosi intézményben. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy az OPNIT bezárása volt az, ami esetleg a kábítószeres betegek gyógyítását annyira visszavetette. Alapvetően ugye volt a metadon ügy, ugye Funk Sándor, és volt egy egészségügyi miniszter, aki megszüntette Magyarországon a metadon. Az orvosok nem mernek metadont adni, ugye ez egy olyan gyógyszer, ami helyettesíti a heroint, az elvonási tüneteket csökkenti. Nem is akarok belemenni, valamint új gyógyszereket kellene alapvetően törzskönyvezni, amelyek segítenek ezeken az embereknek. Vannak drogambulanciák, gyakorlatilag most már majdnem minden megyében. Egész egyszerűen egészségügy kerülők a kábítószeresek, azért, mert az egészségügy, megint csúnyát mondok, azt mondja, hogy akkor jó a drogos, ha az ajtón kívül van, úgyhogy az ajtó legyen bezárva belülről, hogy nehogy vissza tudjon jönni. Kérem, ez egy balhés csoport, de lehet ezekkel a fickókkal is együtt dolgozni.